ipari bővítés, logisztikai központ Nagymányokon. Rendkívüli ülés, tovább gyorsulhat a szekszárdi úszoda építése. Szőlőfelvásárlás, az árak mindenhol másképp alakulnak. Fejlesztés, elektromos autótöltőt adtak át Szekszárdon. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Csak nem 500 millió forintos ráfordítással logisztikai központot alakítanak ki az egykori briket gyári kiszolgáló területen, és bővítik az ipari park infrastruktúráját Nagymányokon. Amint egy 40 hektárnyi ipari területen 2019-re bővítik a vízvezeték és csatornahálózatot, illetve 1 kilométernyi elkerülőként is használható utat építenek. Karl Béla polgármester megítélése szerint a fejlesztéseknek köszönhetően a 2300 lakosú város lélekszám a következő 10 évben 1000-1200-zal emelkedik. Ez volt a készlettérenek a kiszolgáló létesítménye, tehát fürdő, ide a WC a dolgozóknak, műhely, raktár, és hát ez erre lefelé, ez a 7,5 hektár, ez volt a valamikor széntároló tér, készlettér. És ez az a terület, melyből várhatóan 2 esztendő múlva Nagymányokon új logisztikai központ épül majd. A fejlesztéshez a Tolna megyei város önkormányzata 410, illetve 80 millió forint támogatást nyert el a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból. 1965-ig mávállomásként, majd helyi brikettgyár részeként használt 7,6 hektáros területen felújítják a vasúti pályát és a közműveket, raktárakat építenek, valamint átrakó berendezéseket helyeznek el, és létesítenek egy logisztikai, illetőleg egy vámirodát is. Szeretnénk újra üzembe helyezni magát a vasúti pályaudvart, tehát hogy tudjunk vonatokat fogadni, vonatokat indítani. Berakó berendezést, amivel a kőbánya termelését vagomba tudjuk rakni. A mögöttem lévő épületnek a teljes felújítása, ami részben kiszolgáló épület lenne a területre, tehát javító műhelyek, raktárak. Az utcafronti része pedig adminisztratív kiszolgálást folytatna, tehát vámiroda, logisztikai iroda, vendégek fogadása, stb. És erre a célra még épülne egy épület, ahol az ideigékező sofőrök pihetnek, fürödhetnek, étkezhetnek. Nagymányokon az ipari parkban jelenleg is 9 cég működik, és a továbbiak betelepüléséről folynak tárgyalások. Az elkészülő berakó továbbá a térség mezőgazdasági gazdálkodói számára is nyitva áll majd, elsősorban gabonaszállítással lesznek felkészülve. 450-en dolgoznak most. Ha mindenki elvégezte a fejlesztését, akkor várhatóan 1000 körül lesz az iparterület létszáma. Ez generálja azt is, hogy a település lakosság száma is. Én bízom benne, hogy a következő 10-15 évben nőni fog egy 1000-1500 fővel. Jelentős munkaerőigénye is lesz a megnövekvő ipari térségnek és fejlesztési munkálatoknak egyaránt. A beruházás hírére már most megkezdődött az érdeklődés a berakó várható lehetőségeiről. Elektromos autótöltőt adtak át Szekszárdon a helyi strand parkolójában. A 2 autót egyszerre kiszolgálni képes állomást a város ajándékba kapta a Magyar Villamosművektől. Szekszárdon ez már a 2. elektromos kút, jövőre a tervek szerint pedig már 7 ilyen töltőállomás lesz a Tolnai megyeszékhelyen. Helyére kerül a töltőállomás csatlakozója, innentől kezdve nagyjából 1,5 óra alatt teljesen feltölti a lemerült akkumulátort a 400 voltos kút. Ez a 2. gyors töltő Szekszárdon. Korábban egyet már a piac téren is átadtak. Nem csak a környezettudatosság miatt volt szükség a töltőkre, egyre nagyobb igény is van rájuk, ezért jövőre még 5 ilyen állomást alakítanak ki Szekszárdon. Ezeknek a helyszínét úgy választottuk ki, hogy nem csak a jellegi legjobb kiszolgálást tegyék lehetővé, hanem a jövőbeni fejlesztéseket is figyelembe vettük, tehát például akár a Babics Kultúrás Központ környékén, akár a majdnem megépítendő szálloda környékén is lesz majd elektromos töltőállomás. Bízom benne, hogy ha mi biztosítjuk a feltételeket, akkor egyre többen fognak majd ilyen autókat vásárolni, és engedhetik meg maguknak, és akkor ezzel közösen tudunk odafigyelni a levegő tisztaságára. A töltőállomást a város ajándékba kapta a Magyar Villamosművek egyik leányvállalatától. A cég osztályvezetője szerint rohamosan nő a zöld rendszámos autók száma az országban, és egyre több ilyen van vidéken, és ezért szükség van az elektromos kutakra. 300-350 hasonló típusú gyors töltőállomás van, és egy olyan 50-60 darab villámtöltőállomás, ami ugye nagyobb teljesítményű töltőállomás. Számos szereplő részéről vannak országszerte infrastruktúra bővítési tervek, zajlanak a fejlesztések,
úgy gondolom, hogy ez a töltőszám ez meg sokszorozódhat a következő években. A legfrissebb adatok szerint az országban nagyjából 1000 elektromos autó működik. Már jó ideje dolgoznak a Modern Városok programban épülő szekszárdi fedett uszoda építésén a kivitelezők. A Város Gazdasági Bizottsága most rendkívüli ülésen döntött a programhoz kapcsolódó jogi tanácsadói, könyvelői és műszaki ellenőri feladatokat végző cégek kiválasztásáról. Ezek megléte a bizottság elnöke szerint tovább gyorsíthatja majd az uszoda és a tudásközpont épületeinek elkészültét. Előrébb kéne állítólag már lenni, mondja a hivatal, bizonyos elemeknek már állni kellene, ami még igazából nem történt meg, de többek között ezek voltak az egyik akadálya, amely ugye nem volt 100%-ban kötelező, de úgy látjuk, hogy ezek gyorsítani tudják majd a beruházásnak a folyamatát. Ezen kívül az ipari parkhoz kapcsolódóan is ugye a 100%-ban állami háttérrel történik, azonban ahhoz, hogy ott is milyen módosulások történnek, jobb, ha van rálátásunk, hisz a kivitelező cég, aki az egész pályázatot felügyeli, is igény tart erre, és akkor átvállalja nyilván a költségekbe azt, hogy mi kötünk most szerződést ennek az ellenőrzésére, de ők is igénylik ezt, és átvállalják. 10%-kal nőtt idén eddig a halálos közúti balesetek száma Tolna megyében az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest. A tragédiák legtöbbjét emberi figyelmetlenség okozza, ezt mondták a szakértők a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság hagyományos Bartal-szobor koszorúzásakor. A Kölesd melletti szobor a 24 éves korában motoros balesetben elhunyt Bartal Györgynek állít emléket. Részlet az elmúlt évek egyik leghatásosabb baleset megelőző videójából. A készítők arra hívták fel a figyelmet, hogy a balesetek megelőzéséhez nem csak a szabályokat kell betartani, a közlekedés biztonsága a vezetők előrelátásán és magatartásán is múlik. Pénteken a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság tagjai és motorosok együtt koszorúzták meg a Kölesd melletti Bartal szobrot, így megemlékezve a Tolna megye közútjain közlekedési balesetben elhunytakra. A koszorúzó motorosok vezetője szerint bár az elmúlt években érezhetően enyhült a feszültség a motorosok és az autók között, azért még mindig sok a baj az utakon. Autósok nagyon sokszor nem veszik figyelembe az, hogy egy bizonyos távolságot tartsanak egy motorkerékpártól, vagy egy másik autótól is. Tehát annyira közel jönnek, egy bármilyen bukkanó nyomvájú megdobja a motorkerékpárt, és már megvan a baleset. Az ország útjain évente több ezren halnak meg, ez főként az emberi figyelmetlenségnek köszönhető. Tolna megyében idén valamivel több volt a halálos baleset, mint tavaly, ám még így is az ország legbiztonságosabb útjai közé tartoznak az itteniek. A megyénk a második legbiztonságosabb megye közlekedés biztonság szempontjából, hiszen az a személyi sérüléssel járó baleseti csoport, amelyekről majd az ülésen is fogunk beszélni, ez nagyjából egy év távlatában 300 körüli. A koszorúzást követően a Tolna megyei Baleset Megelőzési Bizottság tagjai ülést tartottak a megye aktuális helyzetéről a Kölesdi Művelődési Házban. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közzétette a borszőlő 2018-as évi várható felvásárlási átlagárakat. A prognózisban a szekszárdi borvidéken a kékfrankosnál 123 forint kilogrammonkénti várható nettó átlagárat jeleznek. A szekszárdi hegyközség elnöke szerint a felvásárlási árak sok összetevősek, és nem feltétlenül fedik az előrejelzett árakat. Az adatok szerint tavaly jó évet zárt a szőlőágazat. 2017-ben az 53 ezer hektáros területről 450 ezer tonna kiváló minőségű szőlőt születeltek le a gazdálkodók. Az idén az előrejelzések szerint a szőlő minősége kiváló lehet, és a mennyiségében is sok gyümölcs lehet a piacon, ami befolyásolja majd a felvásárlási árakat. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez nem lesz szentírás, és leginkább szerintem a felvásárló és a termelő közti egyedi megállapodásokon, szerződésben meghatározott árak fognak majd érvényesülni a borpiacon. Bár a szekszárdi borvidéken például a kékfrankosnál 123 forintos árat jelöl meg a hegyközségek nemzeti tanácsának ajánlása, a szekszárdi hegyközség elnöke azt mondja, sok összetevő határozza meg, végül ki mennyit is fizet ki a termékért. Az már tendenciájában látható, mondja Bősz Adrián, hogy a Balatonon és Tokajban is sok szőlő van, aminek lesz kihatása a szekszárdi borvidék áraira is, és nem feltétlenül pozitív. Mert a szekszárdi bortermelők még kicsik, hogy minden itt termelt szőlőt felvásároljanak,
Így akinek nincs megfelelő szerződése vagy kialakult kapcsolatrendszere, rosszul járhat a végén. Megvannak a jó partneri viszonyok, hogy ugye nyilván azok a pincészetek, akik a szőlőtermelőkkel évek óta, hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak, nyilván őket fogják előnybe részesíteni. Igazándiból nagyon nem nyilatkoznak az áraikról. Én úgy gondolom, hogy ez talán tendálni fog az előrejelzett árhoz, de ugyanakkor lesznek olyan felvásárlók, akik meg abszolút piaci alapon fogják nézni. Az a tendencia kezd érvényesülni a szekszárdi borvidéken, hogy a jelentős borászatok önellátóak legyenek, ami egy hosszú folyamat, de ezzel a piaci mozgások vesztesége a legkisebbre szorítható. Addig pedig a jó időben megkötött szerződések és kapcsolatok adnak majd biztosítékot a gazdálkodók és az előállítók kapcsolatában, teszi hozzá a hegyközség elnöke. Szekszárdon az augusztus 20-i ünnepségek során útlezárásra lehet számítani a Szent István tér, Garai tér és Mikes utca közötti szakaszán 10 óra és 10 óra 30 perc között, a Béla Király tér, Munkácsi utca és Bezeréri utca közötti szakaszán 19 óra és 23 óra 30 perc között teljes útlezárás lesz érvényben az ünnepi rendezvény és a tűzijáték miatt. A fenti időszakban a Bezeréri utca Zsák utca lesz, oda behajtani csak a Béri Balog Ádám és a Széchenyi utca felől lehet. A Béla Király téren és a Dózsa György utcában augusztus 20-án 22 óra 30 perc és 23 óra 30 perc között teljes útlezárás lesz érvényben a tűzijáték miatt. A közlekedők a környező utcákban kerülhetnek. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Ipartelepítés, pályázatok, fesztiválok, kötetlen találkozó a Baranya megyei elnökkel. Honismereti találkozó, a fiatalok nemzeti identitását erősíti az egyhetes tábor. A mozgáskorlátozottakat segítik, fejlesztés a pécsuránvárosi játszótéren. Az ipar betelepítése, a termelő cégek Baranyába csábítása a legfontosabb feladata a megyei önkormányzatnak. Ezt szolgálják többek között azok a pályázatok, amik a megye fejlesztési forrására érkeztek. A közgyűlés májusban megválasztott új elnöke kötetlen találkozón beszélt a testület előtt álló feladatokról, megyei programokról. Kötetlen beszélgetésre várta a megyei önkormányzat májusban megválasztott új elnöke a sajtó képviselőit csütörtök reggel. Madaras Zoltán elmondta, a toppos forrásra benyújtott pályázatok adják jelenleg a legnagyobb munkát a megyeházán. Pár pályázat van, aminek nincs meg a végleges döntése. A támogatói okiratok, illetve az előlegek leutalása megtörtént az állam részéről. Mondhatnám, hogy most az önkormányzatoknál, illetve a tervezőknél pattog a labda. Arra várunk, hogy ezek az elsődleges tervek, költségvetések megtörténjenek. Valahol már nem csak a közbeszerzés történt meg, hanem már a kivitelezés is. Baranya megye 38 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott a Széchenyi 2020 programban, úgymond saját jogon. Ebből a legfontosabb, hogy újra vonzóvá tegyék a megyét az ipari termelők, cégek számára. Összességében most már befektetési ösztönzési programunkban elértük azt, hogy már ki tudjuk ajánlani Baranya megye egyes részeit, ez már szeptemberben meg fog történni, ezen kívül a pályázatokban is elértük azt a lendületet, hogy most már jól haladunk velük, és most elindul az a fesztivál szezon a Baranya megyén belül, amire a megye már nagyon készül, ez pedig a Bőköz és a Kincs és Baranya Fesztivál lesz. Augusztus 24-től 26-áig tartják a két fesztivált egyben. Szaporcán a megyei értéktár elemeit mutatják be, valamint vadászati kiállítást tartanak az Őstráva látogatóközpontban. A Dráva-Szabolcsi hídon pedig a Horvátország felé nyitást szimbolizálják majd közös programmal. B-terv, képezd magad elnevezéssel pályaorientációs szakmaválasztási rendezvényt szervez érettségizett fiataloknak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Ezen az összes baranyai szakgimnázium bemutatja kínálatát, valamint jelen lesznek azok a vállalkozók, akik szívesen alkalmaznák a szakképzett fiatalokat. A törvény szerint 2 szakképesítést lehet megszerezni ingyen, érettségi után. A tanulók még akár 50 ezer forintos ösztöndíjat is kaphatnak. Ráadásul a szakmai végzettség akár 32 pluszpontot érhet a következő felsőoktatási felvételinél. Az eseményt augusztus 27-én rendezik a Pécsi Kereskedelmi Központban.
Minden szakgimnázium itt lesz ezen a rendezvényen, és minden szakgimnáziumnak az érettségi utáni technikusi szintű szakképesítései közül tudnak választani és válogatni azok az érdeklődők, akik eljönnek erre a rendezvényre. Augusztus 27-én délelőtt 10 órától lesz ez a rendezvény, körülbelül délig fog tartani. A felvidéki Léva és Sepsi mellett Aradról és Nagygalambfalváról is érkeztek fiatalok a honismereti találkozóra, Mesztegnyőre. Az egyhetes programsorozaton a résztvevők a magyar történelem mellett megismerkednek Somogy megye értékeivel. Határon innen és határon túl immár 32 éve találkoznak a fiatalok Mesztegnyőn, hogy egymás megismerése mellett felelevenítsék a magyar történelmet. Össze kellene fognunk a határon túli magyar területeket, és azt csak úgy tudjuk, hogyha az ott élő emberek kapcsolatot teremtenek egymással. És akkor így indítottuk el, hogy egy-egy települést felkeresve, vagy aki éppen arról a településről érkezett, akkor azok az emberek megpróbáltak bizonyos közösségeket bevonzani. És itt mi meg megteremtettük annak idején azt a lehetőséget, hogy itt nálunk Mesztegnyőn, a faluháznál táborozhassanak és találkozhassanak. Horgosról, Léváról és Aradról is érkeztek csoportok a honismereti találkozóra. A fiatalok azt mondják, a történelem sebei ma már büszkeségre adnak okot. Így utólag már egy nemzeti tartást, egy hovatartozási, egy identitási támpontot ad nekünk, tehát ilyen értelemben már a jelenben pozitív hatása van, mert nemzetet csinálni csak akkor lehet, hogyha van mire ráépíteni. A találkozó megnyitóján Huszti Gábor, a Somogy megyei közgyűlés alelnöke kiemelte. Fontos a nemzeti identitás megerősítése a fiatalabb generációkban. Tapasztalják meg azt, mit jelent magyarnak lenni. A legfogékonyabbak a társadalmi réteg a fiatalság, és azt gondolom, hogy ha ők tovább viszik a családjukba azt, hogy van Magyarországon, Somogy megyében, itt Mesztegnyőn egy olyan közeg, egy olyan közösség, ahol büszkék arra, hogy magyarok, és várják azokat a embereket, azokat a régiókat, hogy igen, éljük meg, tapasztaljuk meg, milyen magyarnak lenni, milyen somonyinak lenni, és átérjék azt a fajta keresztény tudatot, amivel a nemzet megmaradás és a jövőnk érdekében mit kell közösen tenni, akkor azt gondolom, ők leginkább alkalmasak arra, hogy ezt megéljék, megtapasztalják, hazavigyék a családjukba, és ott teljesedjen ki ez a gondolat. A program részeként a fiatalok ellátogatnak a Balatonhoz és a megyeszékhelyre is. Különleges, eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztését szolgáló eszközzel gazdagodott a Pécs-Uránvárosi Központi Játszótér. Ezen városrészben sok olyan gyermek, fiatal jár, akik mozgásukban korlátozottak és mégis játszanak a már meglévő téren is. Most lehetőséget tudtak teremteni arra, hogy a kerekesszékkel közlekedők is könnyedén mozogjanak a városrész legnagyobb játszóterén. Már birtokba is vették a kicsik azt az új játszótéri elemet, melyet csütörtök délután adtak át az uránvárosi Szilárd Leó Parkban. Ez a négylábú libikóka azért különleges, mert mozgáskorlátozott gyerekek is kényelmesen használhatják. Az eszközön ugyanis két sérült gyermek hasonfekve, két egészséges pedig ülve játszhat rajta közösen. A pillangó alakú berendezést Decsi István Pécs alpolgármestere adta át. Most tovább gazdagodott mind a város, mind pedig a játszótér egy olyan eszközzel, amit tudnak a sérült gyerekek is használni. Ez a Magic Me nevezetű pillangós eszköz. Az, hogy pedig ez megvalósulhatott, azért meg szeretném megköszönni, hogy egy másik civil szervezettel, Kincső Alapítvánnyal együtt tudtunk dolgozni, és jött ez a felajánlás, és mind az eszközben, mind a telepítésben részt tudtunk venni, illetve a város, illetve a Biocom Kft., hogy az eszköz kikerülhetett, megvalósulhatott. A libikóka közepén még egy forgatós játék is helyet kapott, mellyel szintén közösen játszhatnak a gyerekek. Az alpolgármester hozzátette, reméli, hogy a jövőben Pécs más játszóterein is megjelenhetne egy ilyen vagy hasonló eszköz. Országosan is egyedülálló szolgáltatást vezettek be a Balatonnál. E-bike, vagyis elektromos kerékpártöltőhálózat indult a balatontip.hu koordinálásával. A hálózatba olyan balatoni vendéglátóhelyek kapcsolódtak be, amelyek a kerékpárosoknak és bicikliük akkumulátorának egyaránt töltési lehetőséget kínálnak. Fel tudom tölteni az akkumulátorát? Igen, természetesen. Ilyen vendéglátóhelyel még csak kevés településen találkozhatunk, pedig a csatlakozáshoz minimális feltételeket kellett biztosítani. Ez egy költség nélkül, teher nélkül,
csak az, hogy a vendéget fogadják és biztosítsák neki azt, hogy amennyiben 1000 forintnál többet eszik-iszik nála, akkor ingyenesen adják a töltést, ha kevesebbet, akkor a megállapodásunk szerint 300 forintig kérhetnek ezért valami pénzt. A töltőt és az akkumulátort is a kerékpáros viszi magával. A vendéglátónak csak az áramforrást, egy konnektort kell biztosítania. Ez az étterem azonnal igent mondott Györfi Árpád megkeresésére. Támogatjuk a biciklizés ötletét, mint olyat. Azt gondoljuk, hogy nagyon jó a Balaton adottsága ehhez. Közel vagyunk a kerékpárúthoz, és hát nekünk is ez egy reklám, illetve ez egy lehetőség, hogy több embert ide csalogassunk. Egy-egy ilyen töltés átlagosan 2 órát vesz igénybe, és a kerékpárral újabb 40-60 kilométert lehet megtenni. A kezdeményezéshez 12 közvetlen balatonparti és 2 távolabbi vendéglátóhely csatlakozott. Műsorunk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat még egyszer. Ipari bővítés, logisztikai központ Nagymányokon. Rendkívüli ülés, tovább gyorsulhat a szekszárdi úszoda építése. Szőlőfelvásárlás, az árak mindenhol másképp alakulnak. Fejlesztés, elektromos autótöltőt adtak át Szekszárdon. A következő napokban folytatódik a meleg, nyaralóknak kedvező napos idő. Az évszakos átlagnál pár fokkal melegebb, jellemzően derült, szikrázóan napos, mérsékelten gomoly felhősödő idő lesz, csapadék továbbra sem valószínű. Mára köszönöm figyelmüket, legközelebb friss hírekkel hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!